Csiki Gábor vagyok. 15 éve gyártok kellékeket nemzetközi filmekhez. Azt gondolom, hogy ez körülbelül azzal egy időben lehetett, amikor Budapest is berobbant a nemzetközi filmgyártásnak a tudatába. Imádom, ez a munkám és a szenvedélyem is. Ezt máshogy nem is lehet csinálni. Én azt gondolom, hogy hosszú távon csak úgy lehet csinálni, hogyha valami plusz van benned. Eléggé megszállott vagyok ilyen tekintetben, tehát nem tudok leszakadni a témáról, egyfolytában jár az agyam, hogyha valami feladatot meg kell oldani. Amikor körvonalazódik a feladat, szükség szerint kutatással, utánanézéssel, könyvtárazással, internethasználattal, bármi egyéb információforrás felkutatásával kezdődik. Utána az alapján készítünk egy skiccet, ezt megpróbálom elfogadtatni a látványtervezővel, rendezővel, utána elkezdjük a gyártást. Amikor az utolsó láncem is a helyére kerül, az abban a pillanatban úgy fölvillanyoz, hogy rögtön neki kell állnom gyártani. Jelenlegi műhelyem is a Korda stúdióban, Magyarország egyik legnagyobb stúdiójában van. Nagyon inspiratív, már eleve az odautazás is egy élmény. A mostani filmem a történelmi alapokon nyugvó 13. századi mese, amiről sajnos többet most nem árulhatok el. Az egyik legfontosabb tárgya, amin dolgozom, egy kard. Ez az egyik főszereplőnek lesz a kardja. Egy izgalmas, különleges kardról beszélünk. Ha már megvan a koncepció, hogy milyen kardot szeretnék építeni, akkor elkészítem a pengét, elkészítem hozzá az alkatrészeket. A kard legfontosabb részének a markolatot, illetve a pengének az utolsó egyarasztmi részét tekintem. Ezt fogjuk meg, ez az, ami a kezünkbe kerül, ezzel van kapcsolatunk. Ahhoz, hogy egy kard megelevenedjen, ahhoz mindenképpen az utolsó simításokat kézzel kell beletenni. Ezzel gyakorlatilag lelket öntünk a tárgyba, ettől lesz életszerű, és nem egy gépi tömegcikk. Általában addig dolgozok egy kelléken, ameddig csak tudok. Számomra nincsen olyan, hogy készen van, mindig találok valamit, amit szeretnék még tökéletesebbé tenni. Van egy pillanat, amikor abba hagyom a munkát vele, és azt mondom, hogy készen van, de egy kelléknek az életútja a műhelyben kezdődik, és a képernyőn ér véget.